női junior kézilabda mérkőzésre került sor Mezőtúron a Városi Sportcentrumban, ahol a mezőtúri AFC Szingenta csapata az Eubility Group Békés Csabai NKS csapatával versenyzett. Nagy lendülettel vette kezdetét a küzdelem, a csapatok a labda megszerzésére és a kapuba juttatására koncentráltak. Ez elsőként a hazaiaknak sikerült, akik néhány csellel át tudták törni a vendégek védfalát és sikeresen gólt lőttek. Ezt követően a vendégek már nem hagyták magukat, és hamarosan felül is kerekedtek a mezőtúri csapaton. Az első félidő végére látszódott, hogy az egyre nagyobbra nőtt előnyüket a hazaiak nem tudják egyenlíteni, így az első félidőre összesen 14 pont fölén tudtak bezsebelni a csabaiak. A továbbiakban a mieinknek nagyon nehéz volt a bajnokság, tudván a hatalmas előnyt, mégis mindent beleadtak a játékosok, és nem adták fel a küzdelmet. 10 perccel a meccs vége előtt már rengeteg gólt sikerült a kapuba juttatni, és az ellenfél előnyét 10 pontra csökkentették, de ez sajnos nem volt elég a győzelemhez, és a mérkőzés végéhez közeledve egyre biztosabbá vált a vendégcsapat győzelme, akik 10 pontos fölénnyel végül 37-27-re arattak győzelmet. A hazaiaknak azonban nincs okuk az aggodalomra, ugyanis október 1-én idegenbe mennek a Köröstalcsai DSE ellen.